Sziasztok! Közeledik a karácsony, és mint tudjuk, nincs karácsony Kevin nélkül. Gondoltam, hát én is előveszem a Reszkesetek Betörők című, ma már klasszikusnak mondható filmet, és megnézem picit Baki szempontból. Hát meg is néztem, szóval reszkessenek azok a betörők. A film elején nagyon nagy a zűrzavar, minden családtag itt van Kevinék házába. Buzz, nem a Toy Storyból, benyomja Kevin sajtos pizzáját, nehogy a kicsöcsnek is maradjon. Nem túl testvérias ez, ráadásul látjuk, hogy teli pofával nyomja, az egész szeletet eltünteti a szájába, mintha az valami portálkapu lenne, csak hogy utána hopp, egy vágásnál látjuk, hogy a szelet egy darabja bizony ott van a kezében. Aztán ez később előről is látszik. Majd a mozsártörő tör borsot az orrunk alá, vagy mozsarat, igazi helyváltoztató a kicsike, hol a tálcán van, hol pedig egy kicsit máshol, de sosem ott, ahol kéne, egy vándor mozsárral van dolgunk. Ez akár egy népdal címe is lehetne. A család elalszik, majdnem le is késik a reptéri transfert, de csak majdnem, ugyanis mikor felkelnek, úgy bepörögnek, hogy pikpak elkészülnek egy perc alatt, ez csak azért fura, mert valamit kétszer is megcsinálnak, ugyanis az egyik gyorsított jelenet valamiért, ez mikor a csaj felmegy a lépcsőn, a többiek meg szaladgálnak, mint bolhafing a ködbe. Kétszer is bevágták a készítők ezt a jelenetet. Itt ugyebár lemegy a jelenet, a szomszéd kisrác kint idegesíti a sofőrt, majd hopp, tök ugyanaz a snitt újra. Fura, hogy ilyen gyorsan el tudtak készülni, hogyha folyton ugyanazt ismételgetik. TV és mézes kalács együttállása. Kevin lejön reggel, a család sehol, benyomja a tévét, hát ha megtudja, ki esett ki aznap az X-faktorból, de nem. Ráadásul a totálban látszik, hogy itt a tévé mellett nincs semmi. Ugye egy egész csempényi tucigel látunk, azonban közelibe ott a mézes kalács házikó teljes pompájában. Ha lenne még egy vágás, szerintem Jancsi és Juliska is ott teremne. Hát igen, a tévé az mindig hazudik nekünk. Buzz ládája, no meg a Playboy, oh la la! Kevin kivesz egy magazint és meg is szemléli majd azt, de zavarja, hogy mindenki pucér benne. Mi viszont szemléljük meg a ládát, a magazin alatt egy Toyota újság, látszik a Toyota felirat, és amire figyelni kell még, az a Junior Mints dobozka ott baloldalt, ugyanis ezek varázslatos módon átrendeződnek, látjuk, hogy a Toyota újság hip-hop playboyjá változott, és a junioros doboz is átmászott középre. Aztán puska felhúzás, Kevin mini rambózik egyet, kemény is amúgy, a puskát felhúzza, látszik, hogy lentről felfelé, majd vissza le, ugye ez az irány. Schwarzenegger se csinálta keményebben a Terminátor 2-ben. Ez azért fontos ez az irány, ez a lentről felfelé majd vissza, mert picivel később, mikor ugyanezt a puskát felhúzza, az irány megváltozik. Fentről húzza lefelé, majd vissza. Jó, engem annyira nem húzott fel az a dolog, de azért érdekes. Ugyanennél a jelenetnél, az első felhúzásnál, ugye bábukat tesz ki, hogy jó szétlője, amúgy még szerencsé, hogy nem a Toy Story-ba vagyunk, mert akkor Kevin lenne Sid, a baseball játékos figuráját úgy teszi le, hogy megpihenve az nekidől a ledobó szélének, viszont kicsit később peckesen áldogálott. Lehet, hogy ez tényleg a Toy Story és életre kelnek a játékok? Szánkó pozíció. Igazából a lépcső és az ajtó elhelyezkedése olyan, ugye Kevin le akar gurulni a szánkóval ki az ajtón, viszont ahogy beállítja a szánkót, kizárt, hogy itt ki tudna szánkózni az ajtón. Sanszosabb, hogy neki zúgna a falnak, ám tény, pont az irányváltásokat nem látjuk, szóval lehet, hogy Anakin Skywalker-i tehetséggel megáldva Kevin villámmanőverekkel kiirányította a szánkót, nem tudom. Amit viszont látunk itt, az a sál, bár hátradobja Kevin a sálat, az makacs mód előre lopózkodik. A készítők a makacságot nem tolerálták, ugyanis mikor hátulról látjuk a jelenetet, a sál szépen ott is van hátrafelé, ahogy annak lennie kellett volna, de hát láttuk, hogy nem úgy volt. Aztán az anya bejelentését fel akarják venni a rendőrösön. Egy nem túl kedves úriemberrel beszél telefonon, aki jó rendőrhöz híven fánkot majszol, de csak egy darabig, ugyanis egy vágással később a fán kikerül kezéből, és egy karácsonyi bögrére cselérődik nagyon gyorsan. Itt látszik a képen a majszolt fánk, gondolom ez itt a többi tetején. Azt nem tudom, hogy sikerült ilyen gyorsan a többi fánk tetejére tenni, és még a bögrét is a kezébe fogni. Ez az igazi fánki. Majd a Sampon lesz szégyellős kicsit a legendás arceszes jelenetbe. Látjuk, hogy a Sampon eleje van felénk, nézők felé. Itt látszik a neve is, tisztán látható, ez tisztában, mint amilyen tiszta Kevin lett. Viszont közelében hátat fordít nekünk. Itt Sampon, a Champ Off. Mikor Kevin fel Mission Impossible-ezi magát Buzz polcaira, ami jó le is szakad alatt, ami meg szakadunk rajta, ám előtte látszik, hogy a pénzes doboz fürkészi. Amikor felülről veszik a jelenetet, akkor a doboz szépen a polcon pihen, nem lóg le a porc széléről, ám Kevin szemszögéből kicsit más az egész. Ott biz a doboz jobbikos része kikandikál. A szobor feldöntése egy nagyon jó pofa visszatérő poén, amikor a pizzás fiú másodszor megérkezik Kevinnek hozza az extra sajtos pizzáját, feldönti a szobrot. Látszik, hogy az az ajtónak arccal borul le, mikor a srác kiszáll, hogy felállítsa mármint a szobrot, akkor már megint az útra néz az arca. Szóval Kevin pulcsiának ujjával gyűlik meg a baj, vagy gyűrik, ugyanis a petárdás jelenetnél a közeliben le van engedve az a pulóver, még az utána lévő totálban már fel van gyűrve.
Aztán Kevin elkészíti Mirellit ünnepi kajáját, jó kis makaróni egy tálételt pohár tejjel. Sajnos beburkolnia nincs ideje, ugyanis 9-et üt az óra, tiktak bim bam, viszont az ételt figyeljük meg jól, ami az asztalon van, ugyanis mikor a betörők bejönnek a lakásba, Harry üresbe áll, tol van a fülébe, akkor oldalt látszik, hogy a kaja megváltozik. Nem is tudom, mi lesz ez, de még a tányér is teljesen más, lehet, hogy ha kihűl a felmelegített Mirellit makaróni, akkor a molekulái ennyire megváltoznak, hát én csak jó étvágyat kívánok ehhez. Harry hanyat dobja magát Kevin kreativitásától, annyira, hogy a feszítővas valahogy a lábához esik, ám mikor ismét megpróbál feljutni a kissé fagyus hangulatba lévő lépcsőn, a feszítővas már nem feszított, ahol addig. A vasaló is lóvá tesz, ugye már fejére pottyan, viszont ha jól megnézzük, a homlokát durrantja telibe. Itt pontosan látszik, hogy a homlokára esik, ám mikor a betörő felkel délutáni vasalózás utáni sziesztájából, az egész arcán ott az eszköz nyoma. Na ez égő. És van még egy égő hiba, azaz M betű, szó szerint ég még hozzá Harry kezébe. Mindössze csak a pozícióval van egy kis gond, amikor beleéget, látjuk, hogy az M betű úgy áll, hogy a betű teteje az ujjak felé mutatnak. Pedig ahogy az előbb megfogta, ahogy ráfogott az M betűre, amikor az beleéget, azt figyelhetjük meg, hogy az M teteje a tenyér oldala felé kellene, hogy legyen. Én ezt egyszerűen nem értem. Marvel és a díszek, mikor belép és lelép, látszik, hogy a díszek váltakoznak kissé. Van itt például egy barna fenyőtobozos dísz, ami konkrétan áldogál, amíg várja a lelépő lábat, ám a láb közelénél felborulva látjuk, aztán utána már ott sincs. Itt látszik, hogy dísz yes, dísz no. Nos, én ezeket a hibákat találtam, hogyha észreveszel valamit, írd meg kommentben. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtekintést, nagyon kellemes karácsony ünnepeket kívánok mindenkinek, jó ajándékbontogatást, finom ünnepi kajákat, és tartsátok meg a borravalót, mocsos állatok. Sziasztok!